Ebben mi lesz? Zavar téged egyébként, hogy itt ülök? Vagy? Lefittyett a kamera, bazd meg egyből, hát beszarok. Hát van az a mondás, hogy aki emlékszik a 60-as évekre, az nem volt igazán ott. Ez körülbelül a Rühös Foxira is igaz. A minap beszélgettünk arról, hogy mikor alakultunk, és nem tudjuk, de körülbelül 2 éve nagyjából. A 1876-ra emlékszem, de az biztos, hogy gombfocizás közben volt. Annak idején Mátra, nem tudom hol, ahol voltam annak ilyen nyaralás szempontjából, láttunk egy kutyát, ami egy foxi volt. Nagyon aranyos volt a foxi bal oldalról, de megfordult a foxi, és a jobb oldala teljesen oda volt szegénynek, rühös volt, de csak féloldali rühössége volt. Akkor valahogy megfogant a fejemben az, hogy ez a rühös foxi, ez egy fontos dolog. Tehát ebből egy blues zenekart kell csinálni, aminek ez lesz a neve legalábbis. 15 évig semmi nem történt ebben az ügyben. Annyira szépen alakult meg, tehát tényleg az a kohézió, ami most is van 4 tag között, akkor éppen a 3 tag között volt meg, amikor mondták, hogy ők megalakultak. Akkor még engem nem vettek be a zenekarba. Én nem ismertem Vazul Császárt, tehát... Amikor mondták, hogy akkor a Vazul is benne legyen a zenekarba, mondtam, hogy ez nagyon jó, de ki is Vazul Császár. A Ezer Foxnak egy olyan energiája van, ami gyakorlatilag szavakkal leírhatatlan. Ő se tudná leírni, illetve le tudná írni, de az csak egy iszonyatos ordítás lenne. Balondja vagyok! Ő az az ember, aki a koncertet háborúvá varázsolja, minden koncertünket. Tehát amikor ő annyit mond, hogy hely. Balondja vagyok! Vagy azt mondja, hogy húgyhang. Balondja vagyok! Abban a pillanatban, amikor Kaiser Fox egy ilyet tesz, akkor tökre el tudom képzelni azt, hogy mondjuk Kínában így leomlik egy fal. Eger, és amikor Vazul Császár elhajította a dobfelszerelését. Erre pont nem emlékszem. Pont nem emlékszem, szerintem lehet, hogy egy nagyon picit részeg voltam. A legeslegelső fellépésünk alkalmával egy galériában, egy WC tetején volt a színpad, olyan 2 métert 20 centi magasan, és Kaiser pedig amellett, hogy fantasztikusan dobolt, illetve valamit ütögetett, körülbelül 4-6-szor leült a budi tetejéről, úgyhogy mindegyik alkalommal az életét veszélyeztette, illetve mások életét is. Ooh,
Ezt nem tudjuk, hogy ez miért történt. Szerintem az egy olyan őszinte pillanat volt, amikor egyszerűen a vazulból előjött az, hogy már nem tudja kezelni azt, hogy ő mennyire jó. Volt egy koncertünk, amiből három lett, és emlékszem rá, talán ez volt az első, amikor emlékeztem arra, hogy mi történt egy Rühös Foxy koncerten. Én meg lecserem a pólomat, mert nem, egyszerűen annyira, egyébként marha jó testem is van, ezért szoktam vetkőzni a koncerteken. Azért ő vetkőzik nagyon sokszor félmesztelenre, sőt, gyakorlatilag kizárásos alapon ő szokott, mert neki van a legjobb felső teste a zenekarban, tehát hogy furán jön neki, hogyha más tenni ezt, és nem ő. Beveszed az ingét? Nem. Volt olyan koncertünk is, hogy állítólag 3-4 rendőr bejött, és ott nem tudom, mi történt. Én erre sem emlékeztem akkor. Azért nem tudom, hogy emlékszünk-e, mert arra sem emlékszem, hogy mire kéne emlékezni, vagy honnan kéne emlékezni. Igazából az volt az egyik a fő elvünk, ha lenne ilyen, hogy nem játszunk hagyományos koncert helyszíneken, mert igazából ezek nem koncertek, hanem nem tudom, nem is performanszok, nem tudom, nem tudjuk pontosan, hogy ezek mik, amiket ilyenkor, ami itt megtörténik, végül is van egy olyan része, ami hasonlít egy koncertre, van egy olyan része, ami hasonlít egy jól sikerült születésnapra, vagy egy rosszul sikerültre, meg van egy olyan része, ami nem tudom, mire hasonlít. Elkötelezett hitvallásunk, hogy szórakoztassunk. Mert ezt megérdemlitek. Igazából már így a Beatles-hez is hasonlítottak titeket, és hasonlítanak is, hogy te milyen párhuzamokat látsz? Olyan szépet kérdeztél, hogy... Nekünk a közönségünk, mondjuk ki a zenekarnak a tagjai. Én arra emlékszem, hogy csak stadionkoncert volt, a legkevesebb 60 ezres, és ha jól emlékszem, akkor 1.200.000 ember volt a legnagyobb stadionban. Képzelj el egy koncerttermet. Ott van a zenek, ott van mondjuk, mindegy, most csak mondok egy zenekart. Képzeld el a Rühös Foxyt. Ott áll a színpadon. Beízít, minden iszonyat izgalom, és megy a óriás feszültség, és jól halljam egyébként? És egyetlen egy vendég jön. Egy. Ott áll magányosan, szomorúan, ott áll a színpad előtt. Tehát borzasztóan magányosan ott áll. És kijön a zenekar? Mi? Tehát a Rühös Foxy. Ilyenkor fontos igazán az, hogy annak az egy embernek zenélsz. Tudod? Annak az egynek, aki megérdemli, mert aki azért jött oda, és megtisztelt téged, én egy emberért zenélek legszívesebben. Tehát mi magunk se tudjuk, hogy ez hova visz minket, de azt tudjuk, hogy végig kell járni ezt az utat, különben az egésznek, tehát már a születésünknek se lett volna értelme. Hello, ismered a Rühös Foxyt? Ami csodát? Rühös Foxy. Nem? Mi az? Bár ez a baksosós féle, jó, bazd meg!
Hallottam már róluk, hallottam performanceikról, híres történeteikről, ismerem a tagokat személyesen is, amire kibaszott büszke vagyok. Rémlik ez a név, ez nem valami szupergrup a hazai könnyűzene, popzene meghatározó alakjaiból? Várjál, a Rühös Foxy, az nem az a sátánista pedofil pseudo VHK? Teljesen ne baj, csak azt nem lehet tudni, hogy honnan ered. Hogy a Máriában ne ismerném. Mindenki ismeri a Rühös Foxy. Micsoda, kolerás kutyát, éces plokit? Azt ismerem. Rühös Foxy-kat nem ismerik. Na, de most tényleg komolyan? Tegnap mutatta meg a Junkie-nak az egyik számot. Jó, én meg itt hallottam őket játszani a hízéről a kis kocsmában. Mondját picsált egyre odébb, és azért, mert nálam aludtál. Tényleg. Új szintre léptünk. Tehát mi igazából nem csinálunk semmit, hanem barátilag összejövünk, gombfocizunk, sörözgetünk, mulatunk, stúdiózunk, dalokat írunk, örülünk annak, hogyha elérjük az 500 megtekintést YouTube-on, örülünk annak, hogyha egy Facebook posztunkra jön mondjuk 14 like-nál több, akiből mondjuk 12 embert nem ismerünk. Nekünk ideig ezek voltak a sikernek a mércéi, és most bejött egy új szint. Szevasztok, srácok, lányok! Szurkeszek! A rádiót halljátok! Nem New Yorkot! Már megint ünnep, szép a fű! Van bíró, nem esik! Itt a full, labda, rúgás! Nagyon nehéz, nagyon strapás, köröm törik, körömbás, húzelén, zugabukás, ez nem fotball, labdarúgás, labdarúgás, nagyon jó. Á, Zico! Zico két gólos! Zico! Zico a brazilok istene! Nem igazán volt kérdés, hogy bevállaljuk-e a Rühös Foxyt. Tudnék, nem kérdezte senki, hogy jöhetnek-e. Mondhatjuk úgy is, hogy egyszer csak betoppant a Brigáda stúdióba. Ezt azért megelőzte némi szervezés. Tudnék, kb. Két nap előtte felhívott a nem tudom már melyik Fox, hogy be fogna toppanni a stúdióba, és az a lényeg, hogy lehetőleg ne legyen megírva semmi, meg ne legyen semmi kész. Ez jó ritmusnak, mondjuk? Akarod valamit hallani? Hát csak úgy viccbe. A minőségi üzenet predesztinálta arra, hogy a pop palettájának a legfényesebb üstököse legyen, és ez nem volt kérdés közöttünk, hogy ez sikeres lesz, vagy nem lesz sikeres, az egyértelmű siker volt. Jó. Felmerült a kérdés, hogy de mit veszünk föl. És akkor elkezdtük gyűjteni a számcímeket, mert arra jöttünk rá, hogy az egyetlen biztos pont az lehet, hogyha megvannak a dalok címei. Úgyhogy gyorsan összegyűjtöttünk 25 dalcímet, gyönyörűek voltak, például a Durva Sekrestje, azt hiszem az volt az egyik első. Nincs fodó, nincs bozont, nincs fazont, csak gyanta. Nincs fodó, nincs bozott, nincs fazott, csak gyanta. Durva sekrestje. Durva sekrestje. Durva sekrestje. Például egy pécsi gyroszos előtt egyszer éjszaka így négy kézláb elmásztunk a hogy is hívták azt a Urániától, elmásztunk egy gyroszoshoz, tehát hogy megérkeztünk, és akkor így kikérdezett a csávó, hogy mit kérünk, és mondtuk, hogy akkor kérünk három gyroszt, és így kiavított, hogy de figyelj, itt nálam nincsen gyrosz, itt döner van. Ebből született meg a
Eszik a dönert a nagy orrú lányok. Eszik a dönert a nagy orrú lányok, ja bocs, agiroszt. Ezek azért eléggé automatikus szövegek, tehát ezt érteni kéne szerintem. Az is gyöngyöm, gál, az eszem, a fejem, a hagyom. Jó! Ez jó, csak hosszú a szöveg. Mi a címe? Ennek szexi Schwangerschaft Strumpfhose. Ez a legnehezebb című dalunk egyébként. Hogy ott van például ez a Schwangerschaft Strumpfhose. És erre azért vagyok különösen büszke, mert azt hiszem sikerült a leghosszabb német szót beraknunk egy dalszövegbe. És ez elég ügyes. Az volt a lényeg, hogy ami eszünkbe jut, azt felvesszük, és igazából nem szabad megírni a dalokat, mert az már hazugság, és az már rutin. Semmi szöveg, semmi dallam. Hát most elárultuk egy műhelytitkot négy szem közt, hogy igazából nem emlékszem, hogy pontosan hogy történt az egész, csak arra emlékszem, hogy este 10 körül kész volt az első Rühös Foxy lemez. Jó, megvan, kész a másik dal! Kész a második dal! Uraim! Kész a második dal! És 13 óra körülbelül 40 és 120% között eltöltött nagyon durva munkával sikerült összehozni az első nagy lemezt. Semmivel nem lett rosszabb, mint hogyha egy évig csináltuk volna, valószínűleg. Ez akkor már a zsenialitásnak az egyik jele? Te mondtad. Az az atmoszféra, ami az a csobogás, az a lendület, és ahogy nem akad meg. Ez az egész, ahogy folyamatába zajlik, és egy olyan frekvenciát ad, hogy egyszerűen belengi az egész univerzumot. Rájöttünk, hogy hát igen, nagyon fontos a humán faktor minden élő zenés projektben, és ezért megpróbáltuk a lehető legélőbb hangokat használni. Ebből lett a húgyhang, ami bármilyen hihetetlen, arról azt vettük fel, ahogy húgyozik. Ha jól emlékszem, akkor a Vazul császár. Az, hogy olyan húgyhang, mint nekem van, olyan talán a földkerekén nincsen senkinek. Szóval, hogy Vazullal én a stúdióban találkoztam először, és ott egyből megvolt a kémia. Tehát, hogy az, hogy mi tulajdonképpen évezredek óta egy zenekarban vagyunk, ezt akkor éreztük, bár még nem találkoztunk egymással. Tehát álmainkban valószínűleg találkoztunk már, de ott személyesen, ahogy ez megtörtént, egyszerűen éreztük azt, hogy mi testvérek vagyunk, tehát hogy ez mi egy családba tartozunk. És fontos az, hogy vizuálisan is jelen legyünk a mai világban, viszont nem értünk ehhez egyáltalán. Viszont vannak olyan világhírű emberek, akikkel együtt tudunk dolgozni, és ez nekünk egy nagyon nagy szerencsénk. Tehát másik egy csomó pénzt kifizetnek azért, hogy ilyen sztárrendezőkkel dolgozzanak, sztárproducerekkel, pénz legyen, költségvetés, szponzorok, stb. Nekünk ez nem kell. Tehát, hogy nekünk az van, hogy bejött teljesen, tényleg egyszer csak kaptunk egy e-mailt, hogy van egy fiatal ember, még nem is érettségizett, viszont hogy ő szeretné a művészeti gondolatait általunk keresztül is megmutatni a nagyvilágnak. Nem is nagyon kértek fel, egyszerűen csak úgy alakult, hogy én voltam itt kéznél. És az a jó, hogy bármit mond, mi azt megcsináljuk. Tehát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevés ilyen emberrel van ez a bizalmi viszony, és vele viszont megvan. Kislány, olyan szomorú a szemed,
is érdekes, mert nem terveztünk nagyon semmit. A klip előtt semmi nem volt igazán megtervezve, csak az, hogy 10-kor fölkelünk és semmit bulunk. Azért le vagyunk terhelve a zene által. Tehát, bocsánat, de slágereket írni, jelen lenni, közösséggel foglalkozni, egymással foglalkozni, egymás lelkét ápolni, ez sok energiát elvesz, és nagyon nagy szabadság nekünk az, hogy van a vizuális része, ahol gyakorlatilag egy Jedi kezében vagyunk. Meg tud téged ihletni az a zene is, amit a Rühös játszik? Hát a zene, hát... Sajnos nem tudom segíteni. Sajnos nem tudok segíteni, sajnos nem tudok segíteni, mert dohányzom és cigizem, mert sörözöm és sörizem. Sajnos nem tudok segíteni, sajnos nem tudok segíteni, mert dohányzom és cigizem. A minőségi üzenettel. Azért befutottatok, nem kicsit. Jócskán. Hogy lehet ezt feldolgozni? Megőrültünk azért egy kicsit, igen. Hát lemondásokkal is járt. De hogy milyen lemondásokkal, az azért nem tudjuk, mert az elején olyan hullámokat vert ez a Rühös Foxy óceán, hogy gyakorlatilag nem értettük, hogy mi történik körülöttünk, és akkor egyik napról másikra ott álltunk egy budi tetején, és valaki azt mondta, hogy düng, és akkor nem értettük ezt a szituációt, tehát egyik pillanatról a másikra, egyik pillanatban még a izét láttuk, az M1-es kivezető szakaszát, a másik pillanatban pedig már ott voltunk a Góbi sivatagba, és tehát valahogy ez mai napig nem értem, tehát azért ki is hullott egy csomó hajam, emiatt Kaiser Foxnak is kinőtt a haja, neki kinőtt, tehát mindenkinek máshogy jött ez ki. Sam Foxnak eltört bokája, Skystep Fox pedig két hétig depressziós volt. Mi vagyunk tulajdonképpen Európa, de lehet, hogy az univerzum. Tulajdonképpen mi vagyunk szerintem azért a legfeloszlóbb zenekar, mert egész egyszerűen érzékenyek vagyunk. Tehát ezekkel a feszültségekkel, ezekkel az energiákkal egy légtérben lenni nem lehet sokáig, ezért nagyon gyakran fel kell oszlanunk. Figyelj, nekem például a szívem, most tényleg megmutatom neked, szóval egy ennyire tud dobogni. Érted? De úgy tud dobogni, tehát most jó, hogy a kezemmel csinálom, de egyébként nekem van olyan, amikor spontán ennyire dobog a szívem. Szerintem az van, hogy túlságosan szeretjük egymást, és túlságosan jó az egész, és egyszerűen mindenkinek azért sok minden más van az életében. És szerintem az van, hogy amikor kilépünk, az egyszerűen egy ilyen szimpla dolog, amikor szomorú vagy attól, hogy nem tudsz még többet foglalkozni azzal, hogy minőségi üzenet 74-es lemezt megcsináld. Volt már olyan is, hogy mindenki kilépett, és belépett valaki, akit nem ismertünk, az elég kemény szitu volt, mert utána vissza kellett szerezni a jogokat, hogy mi vagyunk a Rühös Foxy. A statisztikát vezetünk, hogy ki lépett ki a legtöbbször, és hát
nagyon fura módon én léptem ki a legtöbbször, tehát hogy most egy kicsit visszafogtam magam, azt hiszem csak kétszer léptem ki az elmúlt két hónapban. Próbatermünktől nincs túl messze a Központi Statisztikai Hivatal, és ott próbáltunk így megfűzni a második emeleten, van egy valami Ildikó nevű csaj, az feltűnt, hogy így állandóan így fújtat, tehát így megy így a folyosón, és viszi a papírokat ki a fénymásolóhoz, és így nem tudom, lehet, hogy le van terhelve így munkaügyileg, vagy nem tudom ezt, hogy mondják, így irodai vonalon, de hogy azt látjuk, hogy mintha őt ez érdekelné, és így foglalkozik vele, és küld nekünk ilyen havi lebontásba ilyen statisztikákat, ilyen, azt hiszem úgy mondják, grafikon. Igen, ilyen grafikonokat küld nekünk. Igen, tehát én azt hiszem 94-szer léptem ki, viszont 204-szer léptem vissza. Hát én gyakorlatilag meg szoktam sértődni. Tehát amikor nem helyén kezelik az én egómat. Tehát például amikor nagyon-nagyon szeretnek. Hát ne szeressenek, bazd meg. És én azért szoktam kilépni, hogy a többieknek egy tükröt tartsak, hogy értelmezzék azt, hogy mit veszíthetnek. Sam Fox nagyon fiatal. Fox sírós, Kaiser Fox a számok terén nagyon erős, engem meg így az energia érdekel. Hogyha megsértődik valaki, az joggal van. Tehát itt nagyon-nagyon komoly dolgok történnek. Tehát ha kevés a sör például, tehát hogy jövünk próbára, és már volt erről hát egy pici vita, tehát a Sam Fox például 6 sört hozott. De amikor én egymagam 8-at iszok. A legkeményebb kilépések azok mindig 2 percig tartanak. Tehát azokat már a Facebookon se látjuk, de azok okozzák a legmélyebb sebeket. Tehát mi a sebekből élünk. Egyszerűen szerintem az, hogy amikor kilép valaki, akkor az egy ilyen pillanatnyi csalódottság, hogy most éppen valami nem jött össze, ami a Rős Foxy szekére fel tudna ülni. Egy vasárnapi ebédkor édesanyám, amikor könnyes szemmel megkérdezte, hogy kisfiam, mi történt veled szerdán, nem mertem neki így elsőre elmondani, akkor édesapám egy picit abbaigatott, hogy de fiam, azért mondd el tényleg, hogy van, akkor egy csirkenyakat elszopogattam könnyes szemmel, nagyon pici mustár volt hozzá, tényleg. És Dijoni, azt szeretem. És akkor egyszerűen kitört belőlem, hogy miért kell mindig kilépni. Tehát, hogy miért van az, hogy ez a zenekar kilép, visszalép. Én amúgy se szeretem ezt. Igazából nekünk az a szerencsénk, hogy mi nem tudunk feloszlani. Tehát most mi eldönthetjük, hogy feloszlunk, meg mit tudom, lelángszórozzuk egymást, vagy bármi. De egy nap múlva újra termelődne az egész. Isten bassza meg, de gyönyörű ez. De gyönyörű ez a dal. A lány, amit szeretek, olyan lány, ami kurva jó. Egészen furcsa dolog történt. Na olyan értem, hogy furcsa, hogy nekem is váratlan, meg én tényleg egyszerűen... Én nagyon szerelmes típus vagyok, és most úgy tűnik, hogy beleszerettem a túrmenedzserünkbe. És most tényleg, és tudom, hogy lehet, hogy ez lesz a Rűs Foxy vége, tehát hogy benne van a pakliban, tudod, mert ez a házi nyúlra nem lövünk sztori, és akkor mindig megy a ja, ezért nem fektessünk föl senkit az irodaasztalra, meg ilyesmi, de hogy itt most tényleg arról van szó, hogy egy ilyen ellenállhatatlan összhang. És ez a szerelem, ezt még senki nem tudja, hogy ez van. De van. Tehát ez már a gyakorlatban ott van, ez jelen van. Ez már az életemnek egy nagyon masszív része. Én szerintem már fogom venni feleségül a túrmenedzserünket. Ne haragudj, igazak a hírek, hogy össze fogsz házasodni a SkyStar Fox-szal? Ne haragudj, telefonálok, éppen nem tudom megerősíteni. Most
komolyan meg tudnátok beszélni, ha Skystep Fox és Great Fox összejönne? Meg. Meg. És az lenne a következő videoklip. Ameddig én nem vagyok érintett, vagy az én barátaim, családom és a többi nem érintett ebben a dologban, addig meg tudnánk beszélni. Menjek át. Italak mögötted. Tessék? Nézd, már eljátszottak. Halló! Hello, Sunfox! Gréticém! Ott vagy Tésán? Itt vagyunk Tésán. Te merre vagy? Hát fél, nem messze vagyok, de sietek és jövök, és akkor együtt ihatnánk egy sört. Jó. Igen, tehát valahogy szám lenne a diplomatánk, de tudom, hogy ő még egy csomó mindent nem ért. Fiatalabb nálunk, de rosszabbul lát. És ez nem véletlen. Ott van például Kaiser Fox, aki megy előre, néha kérdeznek tőle valamit, válaszol, és megy tovább. Vagy Skystep, aki általában okkersárga pólóban forgulódik, fölkap egy szaxofont, valakinek ráesik a fejére a szaxofon, és utána megkérdezik, hogy mi volt ez. Kloákon. Tehát mi képviseljük azt a fajta szabadságot, hogy mit lehet csinálni, és az emberek, akik szeretnek minket, ott nagyon sokan be vannak korlátozva, hogy nem merik szeretni. Tehát valószínűleg ott ülnek az irodában, és nem mernek rányomni a like gombra. Mert Fecó a pénzügyről látja, hogy rányomott arra, hogy a Rühös Foxy like. És szerintem mi vagyunk az a zenekar, ahol az emberek tényleg azért mennek el a munkahelyen kávézni, hogy meghallgassák mondjuk a dalokat. És lehet, hogy otthon nem mondják el a feleségüknek. Nem isznak, de szállapotálok egy millió euróval. Egyetlen hibánk a tökéletesség. Egyenként és külön-külön. Ezt már sokan felrótták nekem már az óvodába is, amikor beszartam a dömperem 3 éves koromba. És az történt, hogy az óviba volt egy nagyon jó dömper. Szerintem ilyen almazöld volt maga a billenő. Sárga kerekei voltak és piros volt maga a teherautó. És állandóan volt egy ilyen nagy darab gyerek, a Deák Attila, és állandóan nála meg a kutyáinál volt a dömper, állandóan bitorolták, és egyszer valahogy mégis sikerült ráülnem a dömperre, és azt gondoltam, hogy én erről le nem szállok, és nagyon jól gondoltam, csak azt felejtettem el, hogy kakilnom kell. Úgyhogy végül is megtörtént, aminek meg kell történnie. És arra emlékszem még arra, hogy jön az apám, meg az óvónő, és így gyanúsan néznek. Tehát én így ülök, és így gyanúsan néznek lefelé, hogy nem tudom, mi lehetett a probléma. Szerintem sokkal többen poénnak gondolják, miközben ez ebben semmi vicces nincsen. Tehát, hogy ez szintiszta művészet. Gyakorlatilag ezt a kloáka vévvel valahogy ezt akartuk kozmikus szintre emelni. Ezt a szembenállást, ezt a kívül, felül, belül, alulállást. De hogy a kloáka vév az... Én azt gondolom, hogyha most holnap elutaznék Tájföldre, és valakinek azt mondja, hogy kloáka vév, akkor megkérdezem, hogy mi az, és megtudom, hogy Rühös Foxyt, akkor onnantól kezdve Tájföldön ez lenne az a műfaj. Úgyhogy innentől kezdve, hogy gyakorlatilag kitaláltunk egy műfajt, egy lépés az, hogy gyakorlatilag világuralom. Kálambó, nyomozó kérdései van, felőrli a gyanúsított idegei.
Szia, ismered a Rühös Foxit? De ismerném, királyság, királyság. Hello Józsi, ismered Hello. A Rühös Foxit? Rühös Foxit. Ismerem, sőt, az egyik zenekartagot, tag, a barátom is. Nagyon bírom a Szűcs Krisztiánt belőle, mert ő volt a szomszédom, például. Foxit. Szűcsöt? Azt ismerem. Többiek? Vaksát, azt is ismerem. Többiek kevésbé rühösek első ránézésre. Számomra mit jelent a Rühös Foxi? Nagyon jó kérdés. Nekem az a vasárnapi spleen. Ismeritek a Rühös Foxit? Te ismered a Rühös Foxit? Nem. És figyelj, te vagy a Péter Fibori. Én egy Szent Szűz vagyok. Egy színész, egy állapot. Ja. És ha les már rólak, azt sem tudod. Amikor azt hittük, hogy nincs feljebb, mert hogy mindent elértünk, akkor jött Jamegem. Hát ő még kicsi. Viszont láttuk benne a spirituszt, a Lukoil benzinkúton találkoztunk vele Miskolc felé. Nem tudtuk, hogy ki ő, csak én egyszerűen megláttam Jamegét, és tudtam, hogy ő hozzánk tartozik, közénk tartozik. Ott ült a pulton, nagyon vakarózott. Ez tűnt fel nekünk, hogy a plüsállatok között egyszerűen megmozdult. Egyből be is fogadtuk, fölraktuk a zenekari kocsira, szépen leszájkosaraztuk, lekötöztük lánccal, és mentünk tovább. És aztán Egerbe pedig elengedtük, de visszajött. Úgyhogy azóta a Skystep Foxéknál egy ketrecben van, de nagyon jól halad a tanulmányaival. Tehát valószínűleg ő lesz a szaxofonos. Jó, ezt majd feliratozzuk kérlek, de hogy én hallottam, hogy mit mondott, mert nekünk van egy ilyen belső közös nyelvünk. Egy kutyának a hangja Magyarországon wow. Most leraknánk érted őt, mint tudom én, Izlandon, ő ugyanúgy ugatna. De mégis az izlandi nyelvnek a specifikuma az, hogy máshogy ugat a kutya, és máshogy van leírva például irodalmi szövegekbe, vagy dalszövegekbe, teljesen máshogy van leírva a kutyaugatás, és ez, hogy magas, mély, ez az egész játék, ez például nekem nagyon nagy inspiráció így a Rühös Foxiban. Ha ez volt a kérdés. Nem. Jó ét. Vannak kitűzött céljaink, vannak saját magunk felé támasztott elvárásaink idézőjelben, aminek nem kell megfelelni, és ez egy olyan alkotói és emberi és lelki szabadságot adott, ami tulajdonképpen szerintem a Rühös Foxinak az árszpolitikája. Szívemben madár, kezemben ladám, a fémes kis kulcsa benne. Eszik a dönert, a nagyorú lányokja, bocs, a dönert. Ki lenne az, aki így a Rühös Foxi hagyatékát tovább viszi? Magyarországon, vagy nemzetközi vonalon, vagy univerzális szinten szeretné tudni a választ? Mert hogy ez nem a zenei életben tátong ez az űr, hanem ez az univerzumban tátong ez az űr. Hát az univerzum az még hatalmas, tehát hogy mindig van feljebb, és szerintem még nem, közel nem vagyunk a csúcsnál, hát még olyan szerzeményeink vannak a talomba, amik még nincsenek megírva. Nem tudunk megállni, szerintem 210 nagy lemezig. De a nagy lemez lehet egy félperces dal is. Hogy ezek után az a kérdés, hogy űrt hagy-e, hát te Rühös Foxi az maga az űr. A Rühös Foxi más univerzumban működik, mert amilyen szavakat most használunk, az, hogy végleg, meg végleg, azok olyan szavak, amiket így a való világban így megszoktunk, és hogy nálunk ilyen nincsen. Tehát nálunk a végleg, az a sose. Nem is az, hogy örök. Hát ez mindig volt. Mindig volt. Tehát tényleg az a pici pontból, ami fölrobbant, az egy pici ponttá fog összezsugorodni.
és akkor is az lesz kiírva abban a pici pontban, hogy rüh. A dalok viszik tovább ezt az egészet. A Hétig című dal például minden egyes zenegében ott van Magyarországon, mert a dánok mindig is be fognak szállni 7 millió euróval, a lány, akit szeretsz, az mindig olyan lány, aki kurva jó. Mi mindannyian mindig egy össze-vissza gecizett biliárdoszlón fogunk élni, és egyszerűen azt gondolom, hogy ennyi. Tehát, hogy Rühös Foxy lehet, hogy most 4 karakter, vagy 4 ember, aki így fizikai valójában testet ölt, de tulajdonképpen, tehát, hogy a Rühös Foxy megszűnni nem fog tudni sohasem. Az élet fogja továbbvinni a Rühös Foxyt. Tehát, hogy lehet, hogy mi már nem létezünk, vagy nem fogjuk szeretni egymást, vagy nem állunk egymással szóban. Egyszerűen az fog történni, hogy... Szerelmet, ha vérzek. Rüh, 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 rüh! A lényeg megvan.